Egyre többen tiltatják ki magukat a játéktermekből, írja a Magyar Nemzet. A lap szerint idén már 150-en kérték a szerencsejáték felügyeletnél az önkorlátozást. Az addiktológus szerint a szerencsejáték függőség olyan komplex betegség, amelynek genetikai, biológiai, pszichológiai, fejlődés, lélektani és családi okai is vannak. Ennek megfelelően a kezelése is komplex folyamat, amelyhez szakember segítsége szükséges. Még egy utolsó pörgetés, még egy utolsó kör, még egy utolsó húzás. Aztán még egy utolsó után is, és a körnek sosincs vége. Ilyen egy szerencsejáték függő élete, de most már 3 éve lehetőségük van önkorlátozó nyilatkozatot tenni a szerencsejáték felügyeletnél. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a játékos nyilatkozatot ír, és azt a személyazonosság igazolásával eljutatja a szerencsejáték felügyelethez. A kormányrendelet szerint az önkorlátozó nyilatkozat érvényességi ideje 1, 3 vagy 5 év lehet. Kicsit ahhoz hasonlítanám, mint hogyha korlátozná a szenvedélybeteg a saját cselekvőképességét azzal, hogy mintha kiskorúsítana saját magát, és így, ahogy egy kiskorút se engednek be egy kaszinóba, vagy egy szórakozó helyre, így azt sem engedik be, akinek játékszenvedélye van. A szerencsejáték függőség egy betegség. Erről már az addiktológus beszélt híradónknak. Kezelése szakember feladata, ami lehet gyógyszeres vagy pszichoterápiás is. Fontos tudni, hogy a betegségben még a kezelés alatt is gyakori a visszaesés, így a szakember szerint sokat segíthet, ha nem érhető el a szenvedély tárgya. Azt kell tudni, az összes addikciós betegség, az összes függőségnek az egyik fő jellemzője az impulzivitás, hogy én akkor most azonnal indulok, innom kell, játszanom kell, drogot kell szereznem. Ennek az impulzivitásnak nagyon jól ellenáll egy ilyen kitiltás, és amikor elmúlik ez a sürgetettség, vagy ez az azonnaliság, akkor nagyon jól jön az, hogy nem történnek. Most, hogy olvastam a témában, egy helyen azt írták, hogy a kaszinók többségében nincsenek órák és ablakok. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a vendégek megfeledkezzenek az időről, minél többet töltsenek bent, és minél tovább játszanak, mert hogy a játékok többségében a nyerési esély nem éri el az 50%-ot, vagyis minél tovább játszik valaki, annál többet veszít. Az ATV híradójában Gulyás Eszter riportját látták.